20. évfordulóját ünnepelte a Tamási Pántlika Néptánc Együttes. A két évtizedes jubileumra egy gálaműsorral készültek. A rendezvényen vendégként jelen volt a Tehetség Táncművei Paksi tagozata és a Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület is, mondta Berkesné Imre Erika, a hagyományápolással Tamási kultúrájáért alapítvány elnöke. Erre az évre egy programsorozatot állítottunk össze. Ennek az utolsó eseménye lesz már ez a gálaműsor. Előtte több rendezvényünk is volt, volt népviseletes bál, népviseletes bemutató, volt fotókiállításunk, ami a múlt héten nyílt, és most zárjuk ezt a sorozatot ezzel a gálaműsorral. A Pántlika Néptánc Együttes az elmúlt 1-2 év új műsoraiból válogatott produkciókkal készült. A csoport két évtizedes történelmét ünneplő nap különleges volt, mondta Krizsány Kata, a csoport tagja. Jelentősebb fellépéseink rengeteget voltunk, például Szekszárdon a Szüreti Felvonuláson, voltunk Déli Kapu Fesztiválon is, hogyha jól emlékszem, illetve hát rengeteg minősítőn, rengeteg arany és kiváló arany minősítést szedett össze az együttes, voltunk szólótánc fesztiválokon is, szintén nagyon jó eredményekkel. Ezek voltak talán a legjelentősebb pillanatok szakmailag, és személyesen pedig az ilyen különböző csapatépítő alkalmak, például erdélyi kirándulások, vagy amikor az ország északi részén voltunk kirándulni, hasonlóak. Az együttes a 13 műsorszámot tartalmazó produkcióban többek között sárközi és szilágysági táncot is bemutatott. A jubileumi előadásban az egyesület korábbi tagjai is részt vettek.